Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Túlélő csomagot osztottak az Új Remény Baptista gyülekezet szervezésében az egyetem elsőéves hallgatóinak. Kávét, műzlit és különböző kuponokat is kaptak a hasznos információk mellé. A baptista misszió célja, hogy a hallgatók beszélgethessenek együtt a hitről, Istenről és saját magukról is. A Debreceni Egyetem főépülete melletti sátorban meleg teával, túlélő csomaggal és Bibliával várták az elsőéves hallgatókat az evangéliumi diákkör önkéntesei, ahogy azt minden ősszel tenni szokták egy háromnapos akció keretében. Akik megálltak a sátornál, ajándékcsomagot kaptak, ami hasznos információkat és segítséget biztosít számukra az egyetemi tanulmányaik ideje alatt. Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Közel 100 elsőst tudtunk elérni. Ugye nekik, hogyha szeretnék, akkor ki kell tölteni ők egy kérdőívet, és közel 100 kérdőívünk már van az elmúlt 2 nap alatt, illetve rengeteg egyéb felsőbb éves hallgatóval tudtunk beszélgetni, vagy tudtunk adni nekik egy pohár teát. Az EDK több mint 10 éve keresi fel a gólyákat a tanév első heteiben. 2 évvel ezelőtt Széles Kristófot is megszólította a sátornál az egyik lelkipásztor. Idén már ő is aktívan részt vesz a programban, hogy így is segítse hallgatótársait. A legnagyobb segítség, azt hiszem, hogy a tapasztalatból beszélünk. Nagyon sokan el tudjuk mondani szerintem azok közül, akik itt vagyunk, hogy hogyan is hatott az életünkre az, amikor egy nehéz helyzetben voltunk. És hogyan éltük meg mindazt, hogy Isten hogyan szeret mégis, hogy hogyan mutat ki utat ebben. A szervezőknek az a célja a programmal, hogy segítsék az elsőéveseket az új élethelyzetükben. Szeretnék kifejezni és továbbadni azt a szeretetet, amit ők is kaptak Jézus Krisztustól, az élő Istentől. Tóth Sándor lelkipásztor szerint fontos figyelni a fiatalokra ebben a változó világban, mert a legnagyobb kihívást a célvesztés jelenti. Nehéz ma fiatalnak lenni szerintem. Tehát, hogy mi következik, hogy fog boldogulni, családom hogy lesz, hol dolgozok, a világ hogy fog alakulni, az értékek annyira mozognak, olyan sokat változik a világ. Tehát szerintem a nagyon nagy kihívás nekik így az élettel szembenézni. A kezdeményezés azoknak is hasznos lehet, akik nem Istent keresik, hanem egy szeretetteljes közösségre vágynak. Az erre való igényt jól mutatta az, hogy nagyon sokan csak néhány biztató szó és kedves mosoly miatt is megálltak, így töltöttek fel a feléjük közvetített krisztusi szeretettel. Köszöntöm a stúdióban Tóth Sándor lelkészről, szép estét kívánok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is. És a nézőktől ma megint elnézést fog kérni, de engedjék meg, hogy mi tegeződőben folytassuk ezt a beszélgetést. Ne tisztelsz, köszönöm. Nagyon köszönöm. Évek óta, sőt évtizede, 2 évtizede csináljátok ezt a missziót. És talán még emlékszem is az első alkalomra, amikor nagyon, talán még egy kicsit esetlenül is, bátortalanul ott álltatok az egyetemnek a főépülete előtt. Akkor még nem ezen az oldalon, a túloldalon volt a sátor, mármint a túloldali parkolóba. És azóta ez egy nettó csoda, hogy most ebben a kis összeállításban egy olyan fiú szólalhatott meg, akit még csak tavaly szólítottatok meg, most pedig már szolgál. Azt gondolná az ember, hogy a fiatalokat nem lehet megszólítani, és hányszor beszélgetünk arra, hogy kell a fiatalokat megszólítani? A bölcsek köve? Vagy a Jóisten kegyelme van ilyenkor veletek? A szeretet az a nyelv, amelyen názáreti Jézus Krisztus itt járt a Földön. Egy iraki sráccal beszélgettem, és nagyon jól tudott magyarul, mert ő már Magyarországon született, a szülei irakiak. És mondja, hogy ő nem vált vallást, mert ha hazatérnek a családhoz, Irakban nem tudja a kereszténységet gyakorolni, csak a muzulmán vallást. És jó volt beszélgetni vele arról, hogy a kereszténység nem vallás. Még akkor is, ha a történelem folyamán sajnos többek fejében, vagy esetleg gyakorlatában is vallássá torzult. A názáreti Jézus nem egy vallás alapító, hanem az Isten végtelen szeretetét, amely kegyelmének az értelmezése gyakorlatilag. Tehát az irgalom és a kegyelem és a szeretet, ez a három összekapcsolódik, gyakorlatilag a kegyelemnek az értelmezése, az Isten szeretete és irgalma. Így értelmezhető a kegyelem. És amikor én is elmondtam neki, hogy én is teljesen vallástalan voltam, ebben az értelemben azt tudom, hogy ki az, hogy Jézus, de és más vallásnak sem voltam híve, és találkoztam az Isten
kegyelmével, ami az irgalmai szeretete, ez ejtett rabul. És ez vezetett el oda, hogy az élet változás generálja bennem, hogy ne akarjak már úgy élni, mint eddig. És ez a Krisztus követés. Ha valaki Krisztus kegyelmét és irgalmát és szeretetét megtapasztalja, az többé nem akar már úgy élni, mint addig, mert keresi annak kedvét, aki megmentette őt. De ehhez kell egy vágy, változásnak a vágya. Na ezt elérni hogyan lehet? Hát a szeretet motivál. Tehát gyakorlatilag gondoljunk bele, hogy mi okoz egy férfiban a felesége iránt, vagy a feleségben a férje iránt hűséget. Hogy szereti. Tehát a szeretet maga a hűségnek az alapja. A vallás az a hűség oldalára fogja meg, tehát hogy teljesítened kell, ha Krisztust akarod követni, vagy Istenben hiszel, föl kell mutatnod valamit. A szeretetből pedig következik, hogy hűséges leszel. És ez a gyökere gyakorlatilag az evangéliumnak. Isten úgy szerette ezt a világot, oly sokszor elmondjuk, hogy ez egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, nem örök élete legyen, és benne van a Bibliákban, amiket osztunk, több nyelven is ez a rövid evangélium. Vágy megvan, de valaki azt mondja magáról, igen ám, csak hogy ami a szeretet nyelvén íródott örömhír, de benne van, hogy ha te bűnös lélek vagy, akkor, és magamban nézek, és azt mondom, de hát én bűnös ember vagyok, akkor ilyenkor mi történik? Honnan közelítjük meg? Tehát ugye tükör kell ahhoz, hogy az ember lássa önmagáról a valóságot, és a tükör az, ami segít nekünk, hogy szembejünk saját magunkkal. A tükör a Szentírás, Isten igéje. A vágy nyilvánvaló szükséges ahhoz, hogy Istennek ez a vonzása megjelenjen az emberben, hogy egyáltalán érdeklődjön, tehát egy keresés legyen benne, még akkor is, hogyha nem fogalmazza meg első körben, a legtöbb ember Isten keresi. Én sem tudtam, mit keresek. Először én válaszokat kerestem az élet értelmére, tehát mi értelme az életnek, hova tartunk, honnan jöttünk. És így kerültem el aztán keresztényekhez, és adtak a kezembe egy Bibliát, hogy kezdjem olvasni. És amikor a Bibliát kezdtem olvasni, és még mellé kaptam segítséget is az értelmezéshez, akkor találkoztam saját magammal, és akkor jöttem rá, hogy igazán én akarom Jézust, de akadályai vannak az életemben, hogy én kövessem őt. És ez a fajta dinamizmus az, ami elvezeti az embert a felismerésére annak, hogy bűnös, elveszett ember. De tudnunk kell, hogy a Szentírás nem tilt önmagában. Amikor a Szentírás mond egy nemet, mindig mond egy igent is. Tehát azt mondja az Isten igéje már az Ószövetségben is, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És mondja Isten, de mondj igent az életre, mondj igent az áldásra, de válasz. Tehát nem csak nemet mond a Biblia, sajnos ebbe beleragadnak emberek, és a nemek a tiltás oldaláról próbálják a vallást értelmezni, de a kereszténység, mint mondtuk, nem vallás, hanem sokkal inkább mozgalom, követés, kapcsolat. Kapcsolat az Istennel. Így van. De mi van abban az esetben, ha azt mondja, én megpróbálom. Megpróbálom, rendben van, van bűnbocsánat. Bennem van a vágya követése, de időről időre megbotlom. Hát ugye megint csak a szembesülés önmagammal. Tehát szoktam mondani, hogy a Biblia használ egy képet, hogy törékeny cserépedények vagyunk. És szoktam mondani, önmagában az edény cserép, tehát nem önmagában értékes, hanem attól értékes, amit benne tartanak, és amire használják. Tehát lehet ugye az állatoknak moslékot is tartani egy edénybe, de lehet a legbecsesebb értéket is tartani lezárva egy széfben vagy egy kamrában. Tehát a tartalom és a használat határozza meg az embernek az értékét, de törékeny cserépedén maradok. Ezt Pál apostol is felismer és figyelmeztet bennünket, hogy föl ne fuvalkodjunk. Mert a megtartás az mindig kegyelem. És valóban nem istenülünk meg, és ez is egy nagyon fontos különbség. A kereszténység nem kínálja fel a megistenülést. Az egy követés és kapcsolat orientált gondolat, a keresztény gondolat, és igazán az igazodás van benne mindig. Tehát, hogyha elbotlom is, tehát most nem cégéres bűnökről van szó, de indulatos leszek, türelmetlen vagyok, nem figyelek oda, eltávolodom az Úrtól, és elkezd a régi természetem előjönni, és van viszonyítási pontom, és azt mondom, hogy hú, nem jó így lenni, nem jó így élni, mert a legjobb nekem mégiscsak az ő közelében. De amíg ezt meg nem érzi valaki, addig nincs motiváció, hogy változzon. Ezt is látja, vigyázni akar rá, de azt mondja, jó, de van egy kiindulási pontom, amiben én
azért követtem el olyan bűnt, ami címeres, ahogy fogalmaztál, ez egy jó megközelítés. Vajon akkor is van esélyem? Mindenkinek van esélye. Bűnbocsánat nem szelektál. Ez a csodálatos benne. Tehát van tiszta lap Istennél. A bűneink megbocsátásra találnak, nem jelenti azt, hogy nem emlékszünk rájuk, hanem már úgy emlékszünk rájuk, hogy ha fáj is, mégis hálaadás szül bennünk, hogy bár bűnös vagyok, Isten mégis megbocsátott nekem. Ez a mégis a kegyelem. Na ezt felismerni és beengedni a lélekbe, ehhez viszont bátorság kell. A kereszténység a legbátrabbak vallása egyébként, hogyha már vallásnak nevezzük, ugye egyértelmű, de egy alkalommal utaztam valakivel, külföldi emberrel, és beszélgetésbe egyettünk, és hát hamar szóba került a Biblia, a Jézus, kereszténység, és engem megdöbbentett, amit mondott. Külföldön élt, angolul beszélgettünk, és azt mondta, hogy bulisztak Norvégiában. Hajnal 2-kor mentek piásan, fáradtan, éhesen hazafelé, és az utcán eléjük állt két fiatal lány, és megkérdezte, nem vagytok éhesek? Megkínáltunk benneteket egy forró, egy pohár forró levessel. És akkor hajnal 2-kor ez a keresztény, két keresztény lány egy csapattal kint voltak az utcán, hogy azok felé, a fiatalok felé szolgáljanak, akik buliból mennek haza. Ők nem buliba voltak, hanem azért mentek, hogy egy meleg leves kapjanak. És döbbenetes volt, amikor a kereszténység esett a szó, ennek az embernek, ennek a külföldi embernek ez az emléke volt a kereszténységről. A pohár leves hajnal 2-kor. Tehát látjuk, hogy a szeretet olyan mélyre megy az emberekben, amely akár évek múlva is, amikor újra fölvesszük a fonalat, és Isten nagy munkájában epizód szereplőként következtem én, de még nem, ez még nem a megtérés, csak még egy epizód szereplő voltam Isten nagy munkájában, volt az a két lány, aztán voltam én, és lehet, hogy holnap-holnap után egy másik. De hogy az Isten szeretetének, ez a cselekvő valóság, mint amit mi is próbálunk egyébként továbbadni a missziónkban, ez annyira mélyre ment ebbe a férfiba, hogy évek múlva is ilyen mélyen emlékezett rá. Megtörténik az első lépés, megvan az első emlék, ami bennem él. Még az az elhatározás is megszületik, hogy igen, én szeretnék keresztény lenni. Már bátorságom is van kimondani, szeretnék keresztény lenni. De van még egy nagy lépés, amit meg kell tennem, amikor azt mondom, hogy hát teljesen átadom a szívemet. Amikor megváltoztatom az életemet, amikor alászállok, hogy tisztán jöjjek fel. Nagyon jó. A felvetés is rendkívül jó, ugyanis ez az a pont, ami már az emberem múlik. Tehát a megtérést sokan tévesen érzelmi alapon értelmezik. A megtérés kőkemény racionális döntés. Mérlegelek és akarati döntést hozok. Akár az érzelmeim ellenére is. Miért? Mert azt mondom, hogy nem akarok többé úgy élni, ahogy eddig. Eldöntöttem, hogy Jézus Krisztus követem. Elfordulok az öntörvényű élettől, és itt a bűnértelmezése is nagyon érdekes kérdés, mert a bűnértelmezésben is a Biblia talán sokszor egész mást fogalmaz, mint amit sokszor mi gondolunk. A bűnértelmezés az Ézsaiás szerint, hogy mindenki a maga útját járta. Tehát ez a bűn, hogy az Isten nélkül öntörvényű módon majd én a magam kezébe veszem az életemet. A megtérés pedig pont az, hogy fölismerem, hogy öntörvényű módon éltem, Isten nélkül éltem, és odafordulok Istenhez, és azt mondom, segíts nekem, mert én azt akarom tenni, ami neked kedves. És ez egy akarati döntés. Nem az érzelmekről szól. És aztán csodálatos dolog, amit munkál eközben az Isten, hitre jutunk, de ez pedig ajándék. Az emberek megpróbálnak hitet szerezni, holott az Istennek a munkája, az igéje, akár egy beszélgetés során is, egyszerűen megszületik az emberben a hit. Ez egy ajándék. A megtérés azonban egy akarati döntés, kőkemény döntés, igazi férfias dolog. Vagy nőies. Vagy nőies. Azért mondtam, hogy férfias dolog, mert a nők alapvetően érzelmi beállítottságúak, a férfiak full racionálisak. A kereszténység, ez egy férfias vallás. Harcos vallás. És ezért mondja Pál apostol, nőknek és férfiaknak egyaránt, legyetek férfiak, legyetek erősek. És aztán mondja, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És van még egy csoda ebben, amit nagyon nehéz földolgozni. Értem, érzem, hoztam egy racionális döntést. Még azt az ajándékot is megkapom, hogy hitre jutok. De van még egy ajándék, amivel oly nehéz mit kezdeni. A szabad akarat. Miért? Hát, hogyha én már itt vagyok, akkor mi ez a szabad akarat?
nagyon nagy téma, nagy kérdés. Egy friss élménye van ezzel, egy ifjúsági csoporttal beszélgettünk, és egyik fiatal megkérdezte, hogy ha elbukhatott annak idén Ádám meg Lucifer a teremtés kezdetekor, és majd létrejön az új világ, amiben igazság, békesség és öröm lesz, és nem lesz fájdalom, gyász és sajtkiáltás, megismétlődhet-e a bukás? Rendkívül jó kérdés, és akkor itt jön a szabad akarat. És én azt válaszoltam, hogy azért nem, mert miként Lucifer bukásakor az angyalok dönthettek, hogy vele tartanak, vagy az Istennel, úgy mi emberek is döntés alapján jutunk a mennyországba. A megtérés egy ember akarati döntés. És mivel mi életünkben meghoztuk ezt a döntést, hogy nem öntörvényű módon a saját fejünk után megyünk, hanem Krisztus követjük, ezért a mennyországban csak azok lesznek, akik tudatos döntést hoztak. Ezért nem ismétlődhet meg. Szabad akaratomban a hitnek a csodáját, a hitrejtás csodáját is megkaptam, élem a mindennapokat, igyekszem közvetíteni, mert a cselekvő szeretetet szeretném továbbadni, nem csak szóban, hanem valóban úgy is próbálok élni, de még mindig ott van, hogy az idő, csak van egy kis botlás, és ott a kereszt. El kell helyeznünk a kereszténységet a közösségben. Tehát egy közösségi vallásról, közösségi valóságról beszélünk. A kereszténység nem egy magányos történet. És önmagában ebben a dologban is rendkívül egy segítségünkre van a testvéreknek a közössége és a közelsége. Azt mondtam, hogy nem mindegy, hogy jelen vagyok valahol, vagy közel vagyok valakihez. Egy házaspárt láttam egy gyerekkel, sétáltak a természetbe, mindkettő telefonált és közvetített valamit, amit csináltak. Ott volt a gyerek, ő nézte őket, közel voltak, mégsem voltak jelen. Tehát amikor jelenlét van, és ez a jelenlétben tudok őszinte lenni, akkor nagyon nagy segítségemre tudnak lenni a többiek. Akár a botlásaimban is. Sőt, azt tudom mondani, hogy megvannak a jelenlét megélései, és akkor fölismerik a környezetemben, ha valami nincs rendben. Óriási segítség tud lenni, hogy figyelj, drága barátom, tudok neked valamit segíteni. Olyan szomorú vagy az elmúlt időszakban. Azt mondom, nézd, most nem akarok még erről beszélni. Semmi gond. Nem kell, mert nem kötelező, de jeleztem, hogy itt vagyok neked. Na most azért szoktam mondani, vagy látjuk azt, hogy a kereszténység egy vertikális, meg egy horizontális közösség is. Függőleges értelemben Jézus Krisztus által az atyával való közösség, és ebben az értelemben Krisztusban pedig a testvérekkel való közösség is, a gyülekezet. Tehát nem lehet megélni a kereszténységet egy valódi jelenlét nélkül, egy helyi keresztény közösség nélkül, ahova egyébként a belépés, a megtérés, a hitrejutás, és ezt aztán újjászületésnek nevezzük így egyben, és aztán meg az elköteleződés, ami a mi közösségünkben ugye bemerítéssel jár, tehát mi felnőtt keresztséget vallunk, teljes vízzel a merítéssel, amikor már valaki hitre jutott, és ezzel valójában csatlakozik is egy helyi gyülekezethez az illető. Ő is alászám, hogy felemelkedhessen. Így van, Krisztussal együtt így van. És akkor legvégén pedig az, hogy és van egy egészen csodálatos mondat, amikor azt mondja, hogy hát neked ez már ajándékként adatott. Hitre jutottál. Tudod kezelni a szabad akaratot. Tudod, hogy ha megbotlasz, akkor odajöhetsz a keresztemhez, oda térdelhetsz, valld meg, és én veled vagyok. De menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Hát ez a küldetésünk. Tehát felmerül a kérdés, hogy ha minden megbocsátatot elfogadod bennünket az Úr, miért nem visz magához, és miért kell nekünk még küzdeni az életben annyit? Mert a keresztény embert ugyanazok a dolgok érhetik, mint a nem keresztényt, különben üzlet lenne kereszténynek lenni. Kedves barátom Bereszkő is mondta ezt, és igaza van teljesen. A küldetésünk megint csak a szeretet motiválta. Tehát ha a missziót kötelességnek éljük meg, akkor abból száraz tényközlés lesz. Ha megtapasztalt szeretet tesz bennünket felelőssé a másik ember iránt, akkor a szeretetet kívánjuk továbbadni, és a szeretet pedig néha fájdalmat is tud okozni, mert meg akarja menteni, a megmentését kívánja szolgálni a másiknak. Tehát így elhangozhatnak olyan mondatok, ami esetleg megsebezhetnek bennünket, de azt gondolom, akik igazán szeretnek, még ezt a kockázatot is vállalják. Hát adja Isten ezt az utat, amit most itt végigbeszélgetünk. Minél többen éljék meg. Kíván a szívemben, én is köszönöm. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten ismét várjuk Önöket a képernyők elé, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra.